Örvendj nagyon, Sion leánya, újjong, Jeruzsálem leánya. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és Szamáron ül, Szamár csikó hátán. Szeretett testvéreim, virágvasárnap szent ünnepén énekeljük el a 89. Zsoltárunk első versét, a 89. Zsoltárunk első versét, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szeretett fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Hallgassátok meg, testvéreim, a virágvasárnapi történetet,
amelyet Lukács evangéliumából olvasok fel. Lukács evangéliumának 19. fejezetéből, a 28. verstől a 39. versig. Jézus bevonul Jeruzsálembe. Miután ezeket elmondta, tovább haladt Jeruzsálem felé. Amikor közeledett Bétfagéhoz és Betániához, az olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik. Menjetek a szemben fekvő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el, és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért oldjátok el, mondjátok ezt. Az Úrnak van szüksége rá. Amikor a küldöttek elmentek, mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Miközben eloldották a szamárcsikót, gazdái ezt kérdezték tőlük. Miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők így feleltek, mert az Úrnak van szüksége rá. Azután elvezették Jézushoz a szamárcsikót, ráterítették felső ruhájukat, és felültették rá Jézust. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felső ruhájukat. Mikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve, fennhangon dicsérni kezdte Istent, mindazokért a csodákért, amelyeket láttak. És ezt kiáltották, áldott a király, aki az Úr nevében jön, a mennyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki, Mester, utasítsd rendre a tanítványaidat. De ő így válaszolt, mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Amen. Eddig olvastam Istenünknek írott igéjét Lukács evangéliumából, és Istennek szent lelke nyissa meg a mi szívünket üzenetének befogadására. Tudva azt, hogy boldogok mindazok, kik Istennek igéjét olvassák, hallgatják, és annak tanítását befogadják az életükbe. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Áldott, aki az Úr nevében jön. Áldunk és magasztalunk, Úr Jézus, hogy Te mindig közeledsz hozzánk. Köszönjük, hogy bejössz, amikor nagyon magunkba zárkózunk. Köszönjük, hogy bejössz otthonunkba, és közel hozol egymáshoz bennünket. Köszönjük, hogy bejöttél most is, és alkalmat adsz, hogy találkozzunk veled, és általad közösségünk legyen egymással. Juttasd el, Urunk, a Te üzenetedet, annak útmutatását, annak erejét, bátorítását. Juttasd el a mi életünkbe. Maradj velünk, Urunk, mert szükségünk van rád. Amen. Az ige hirdetésére énekszóval készüljünk, énekeljük el a 165. dicséretünket, a 165. dicséretünknek a 4. versét, átaljász te mindent, rám ragyogni enged, életadó áldott lelked. Thank you.
bibliai igeszakaszból, Lukács evangéliumának 19. fejezetéből, a 30. és 31. versekből Jézus így szólt: Menjetek a szemben fekvő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el, és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért oldjátok el, mondjátok ezt, az Úrnak van szüksége rá. Az Úrnak van szüksége rá. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. A virágvasárnapi történet egy gyönyörű történet, amelyre szívesen emlékeznek a gyermekek és a felnőttek egyaránt. Virágok, zöld ágak, jó illat, napfény, integető, mosolygó, boldog emberek. Úgy látjuk benne Jézust, ahogyan látni szeretnénk. Királyként, aki előtt földre borulnak az emberek, és a boldog tömeg azt várja, azt reméli, hogy ezen a napon valami nagyon jó fog történni. Most valami nagyon jó kezdődik el. Amikor közel ért Bétfagéhoz és Betániához, az olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik: Menjetek a szemben fekvő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el, és vezessétek ide. Nézzük meg most Isten igéjének fényében azokat, akik ott voltak az első virágvasárnapon, ott voltak a Jeruzsálembe vezető úton. Kik is vannak ezen a képen? Elsőként ott vannak a tanítványok. Menjetek, mondja Jézus. De ma mi nem mehetünk jóformán sehová. Az üzenet, a Jézusi üzenet ma is ugyanaz. Az Úrnak szüksége van rád. Éppen ott, ahol most vagy. Legyél ott Jézus Krisztus mellett. Tedd meg, amit az Isten rád bíz. Ezt jelenti tanítványnak lenni. Akik a legtávolabb álltak a képen, a szamár gazdái. Nem tudjuk, kik voltak. Ők csak meghallották Jézus tanítványaitól, hogy mit kér tőlük a Mester, akit talán nem is ismertek. És átadták neki a szamárcsikót, akit a jövőnek neveltek. Ki tudja, hogy milyen terveik is voltak vele. Át tudod-e adni Jézusnak azt, ami a te elképzelt jövődnek a része? Amiről ő azt üzeni: add át nekem, bízd rám, hadd szolgálja a te tehetséged, a te hited, a te munkád, gazdagságod, családod, az én dicsőségemet. Olyan időket élünk, amikor az egész emberiségnek át kell gondolnia, hogy mit is vár a jövőtől.
Mit akar kezdeni az életével? Márk evangéliuma így egészíti ki Jézus kérését. Az Úrnak van szüksége rá, de azonnal vissza is küldi. Azonnal vissza is küldi. Amit ő elkér, amit te átadsz neki, azt ő mindig visszaküldi. De már megjobbítva, megjavítva, megszelidítve, megerősítve küldi vissza neked. Ne félsd, és ne sajnáld tőle az életedet, tehetségedet, hitedet, munkádat, gazdagságodat, családodat. A te életed kis szamarát, hiszen te is tőle kaptad. Kik vannak még ezen a képen? Ott vannak, akik Jézust minden oldalról körülvették. Ott van a sokaság. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felső ruhájukat. Mennyire irigyeljük ma ezt az összegyűlt, hozsannázó, boldog embertömeget. Drága ünnepi ruhák hullanak az út porába, hogy az átadott ruhákkal kifejezzék átadott hódolatukat. Virág vasárnap erre az emberi odaadásra emlékeztet, amelyet Jézus elfogadott, és ma is vár tőlem is és tőled is. Ezzel tartozol neki. Add át neki reménységedet, hitedet, hogy mindazt, ami nem jól van, ő megváltoztassa. És ott voltak Jézus körül a farizeusok. Mester, utasítsd rendre tanítványaidat! Így szólították meg Jézust a büszke, és Jézusra nagyon féltékeny mintahívők. Mindig vannak emberek, akiknek szúrja a szemét a Jézus Krisztusnak adott hódolat. És ezek itt most éppen a rendre hivatkoznak. Utasítsd rendre! A nép boldogan ünnepelt és újjongott, ők pedig azt mondják, ez nem rendes dolog. De mi is a rend? Az élet rendje Istentől indult, és ő tartja fenn. Ő a teremtő, és ő a gondviselő. És ez a rend, ez az igazi rend, csak Istennel járva ismerhetünk meg ma is. Különös hangsúlyt kapott napjainkban ez a szó, hogy rend. Új életrendhez kell igazodnunk a jelen körülmények között. Isten igéjét, a lelki kenyeret ma úgy kell becsomagolnunk nekünk a tanítványoknak, hogy eljusson az otthonaikba menekített sokasághoz. És imádkoznunk kell, hogy megtörténjen a csoda azok életében, akik kicsomagolják, akik megnézik, meghallgatják,
elolvassák azt. De ő így válaszolt: mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Ma a kövek kiáltásának korát éljük. A legkülönösebb szereplő, és egyben a leghíresebb, az egyik leghíresebb bibliai állat a kis szamár. Amikor beértek, találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember. Kicsoda Jézus? Kit láttak benne a tanítványok? Kit látott benne a hozsannázó sokaság? Kit láttak benne a farizeusok? Ki látta meg ő benne virágvasárnapon Isten, a menny és a föld királya? Egy valaki biztosan. A kis szamár, akin még nem ült ember, aki hátára vehette az értünk emberré lett Istent. Ha tanítottak már bennünket lovagolni, akkor a kezdet kezdetén elmagyarázták, hogy a lóra felülve nem szabad hirtelen mozdulatokat tenni. A körülötte állóknak pedig nem szabad integetni, kiabálni, és a ló lába elé ledobni semmit, mert fél minden útjába kerülő idegen dologtól, fél a zajuktól. Az pedig már, úgymond mindenki tudja, hogy a fiatal lovakat a lovagláshoz be kell lovagolni. Hozzá kell szoktatni, hogy valaki ráüljön a hátára, és ő engedelmeskedjen az akaratára. Egy kis szamár, egy szamárcsikó, akin még soha nem ült ember, hátára vette Isten fiát, és ment vele hűségesen a ruhaszőnyeggel borított utakon, két oldalról pálma ágakkal integető, teletorokból az ő nagy füleibe belekiáltó, tolongó emberektől körülvéve. A kis szamár tudta, szamár eszével is, hogy ő az élet királyát hordozza a hátán. Így lehet, és csak így lehet, hogy nem félt, hogy nyugodt volt teljesen. A megkötözött élet Jézus közelében az ő hatalmát felismerve, neki engedelmeskedve, ma is szabad lesz minden félelemtől. És végül ott van a képen Jézus. Minden körülötte forog. Minden és mindenki ő hozzá kapcsolódik. Ott és akkor, az első virág vasárnap. Őt kell ma is mindenkinek látnia. Őt kell neked is látni, és hozzá kell kapcsolódnod Istenhez, aki lehajolt hozzád, akinek a szamár hátán ülve is a földre ért a lába.
aki királyként közel akart lenni hozzánk emberekhez, aki tudta, pontosan tudta, hogy mi vár rá a következő napokban, és mégis nyugodtan, bátran és méltósággal ment előre, hogy Isten akarata teljesüljön, és királyként életét adja cserébe az én, a te, a mi üdvösségünkért. Járja át életünket, virágvasárnap Istenre figyelő, újongó öröme és boldog reménysége. Áldott a király, aki az Úr nevében jött. A mennyben békesség és dicsőség a magasságban. Ámen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Hozsánna a Dávid fiának. Mi is úgy könyörgünk, mint a vakok és leprások kiáltottak hozzád. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtunk. Tedd rendbe az életünket. Vezess bennünket a te közeledbe. Bocsáss meg nekünk, és add a megbocsátás lelkületét belénk. Könyörülj, Urunk, a te egyházadon. Adj erőt a Szentlélek által, hogy tanítványaid lehessünk ebben a világban. Add, hogy egyházad és az egész mai embervilág felismerje mostani meglátogatottságának alkalmát, hogy te ma is nagyon közel jöttél. Ne a mi hamis reményeinket, még kevésbé a mi valós félelmeinket teljesíts be, hanem kérünk, hogy jöjjön el a te országod, jöjjön el a te uralmad, add, hogy minél többen felismerjék, az Úrnak szüksége van az ő életükre is, és nekik is szükségük van rád. Szabadíts meg minket a járványtól, a betegségnek, a halálnak félelmétől. Őrizd meg szeretteinket, őrizd meg barátainkat, Krisztusban testvéreinket, közelben is, távolban, légy ott mellettük, őrző kegyelmeddel. Segítsd meg, Urunk, a gyászban lévő életeket, és enyhítsd szívüknek, lelküknek fájdalmát. Add, Urunk, hogy a ránk következő nagy héten végig járjuk veled a fájdalomnak, a gyötrelemnek útját, és a Golgotai keresztől eljussunk veled a húsvéti nyitott sírhoz, a te győzelmednek, hatalmadnak meglátásához. Segítsd meg, Urunk, az embereket, növeld a hitüket, növeld a benned való reménységüket. Segítsd meg egyházi és világi vezetőinket. Segítsd az orvosokat, ápolókat, gondozókat, hogy legyen erejük másokon segíteni. Segítsd meg, Urunk, a tudósokat, a kutatókat, hogy rátaláljanak arra, amit te megmutathatsz nekik. Segíts meg mindnyájunkat ezekben a kifordult napokban. Segíts, hogy tudjuk hordozni
amit ránk mértél, de amit nem egyedül, hanem veled együtt hordozhatunk, Urunk. Őrizd meg, és áld meg bennünket, Isten. Jézusért kérünk, Atyánk, hallgass meg imánkat. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mindörökké. Amen. Mindezek után érezzétek, és lássátok meg, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki benne reménykedik. Amen. Isten tiszteletünk záró énekeként a 367. dicséretünket énekeljük el, a 367. dicséretünket mindegyik versével. Emeljük Jézushoz szemünk, jön már királyi győztesünk.